Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A mikrofonom a helyén van, nagyon jó. Augusztus vége van, perceken belül országszerte tanévnyitás van. Ezekben a percekben van a tanévnyitója a Seyber Sándor általános iskola és gimnáziumi szakiskolának az évadnyitója a Dohány utcai zsinagógába. Ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon sok egyházi iskolája van hazánknak, ahol a tanévnyitót egy picit előbbre hozták. Mi a DK-nak az elképzelése a következő tanévről? Föl vannak-e készülve az iskolák kellőképpen? Van-e elég tanár, vagy egyáltalán? Igaz, hogy ön az igazságügyi bizottságnak a tagja, és nem az oktatási bizottságnak, de mégiscsak volt kulturális és oktatási államtitkár. És hát teljesen azóta is a parlamentben is foglalkozom oktatási kérdésekkel ettől még. Na de, hogy visszatérjek a letöti kérdésre, hát nagyon sok jót nem lehet ettől a tanévtől sajnos várni, és valóban az a legnagyobb probléma, amit említett, hogy folyamatosan jönnek a hírek arról, hogy lényegében az oktatás minden területén most már pedagógus hiány van, az óvodákban, a szakképzésben rendkívül súlyosak a problémák, és a közoktatásban is hiányoznak elsősorban a szakos pedagógusok, szakos tanárok. Az ez a pedagógus... annyit jelent, hogy évekkel ezelőtt nem iskoláztak be leendő pedagógusot, vagy pályát változtattak, vagy ott hagyták a pályát? Ennek több összetevője van. Alapvetően ez amiatt van, mert teljesen elhibázott az a pedagógus politika, amit ez a kormány folytat. Ugye ígértek a pedagógusoknak életpályamodellt, mindenféle szép, annak jó, idején, amikor ön még szép, jó és volt, látványos dolgot, ígértek, nem? És ehhez képest életpálya helyett a pedagógusok egy olyan rendszert kaptak, amiben a fizetésük viszonylag kevés mértékben, sokkal kisebb mértékben, mondjuk így, mint egyébként a társadalom többi részében, és eközben viszont a nyakukba vágtak egy csomó fölösleges adminisztratív például terhet. Például portfóliót kell készíteni azért, hogy valaki egyébként előléphessen a pedagógus pályán. Nem azt számít, hogy mit csinál a gyerekekkel, azt számít, hogy képes-e. Ezzel azt mondta, hogy nincs pedagógus pálya, meg azt mondja, hogy a pedagógus pálya. Pedagógus pálya van, életpálya modell viszont olyan, amelyik nem ösztönzi a pedagógusokat, hogy a pályán maradjon, mert bürokratikus szabályokat és tereket rak rá. Jelentősen megnövelték a pedagógusoknak a valóban iskolában töltendő óraszámát, amire ugye mondhatjuk azt, hogy hát persze legyenek ott, milyen klassz dolog, de valójában ez attól vonja el a figyelmet és az energiát, hogy a pedagógusok felkészüljenek, vagy hogy akár a gyerekekkel foglalkozzanak iskolán kívül, vagy kötetlen formában. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy ma pedagógusnak lenni az nem vonzó, talán még kevésbé vonzó, mint korábban volt. Emellett pedig az is egy létező probléma, amit említett, hogy a pedagógus képzésben, az egész pedagógus képzés átalakításával nemhogy nem vonzóbbá tették a pedagógus képzést a diákok számára, éppen ellenkezőleg sok szempontból távol tartják a pedagógusokat. Akkor mivel magyarázza, hogy a legnagyobb túljelentkezés az elmúlt években mégis ezen a szakon volt? Azzal magyarázom, hogy ez nem így van. Tehát nem igaz. Tehát a pedagógus képzésnek számos területén, szakmai tanári képzéseken, természettudományos tanári képzéseken nagyon kevés ma is a jelentkező, és az is hozzá tartozik, hogy olyan mértékben bonyolították el például a szakmai tanárok esetében a szabályokat, hogy nagyon nehezen tudnak bejönni, például nagyon komoly gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek szakmai tárgyakat tanítani, mert hogy megszüntették azokat a korábbi átképzési, továbbképzési lehetőségeket, amik lehetővé tették azt, hogy ők könnyen bekapcsolhassanak. Szóval a helyzet rendkívül nyugtalanító. Tehát egy jó biológus, aki nyugdíjba megy, nem tud mi nyugdíjas biológia tanárként elhelyezkedni? Most nem is erre gondoltam elsősorban, bár akár erre is gondoltam volna, ennek is lenne értelme. Egy jó fizikus. De én most arra gondoltam, hogy egy jó mérnök nem tud egyébként elmenni a saját szakmáját, amiben dolgozott x évet tanítani egy szakközépiskolába szakmai tanárként, mert hogy nem léteznek azok a fajta, nyilván kell neki képzés, mert más a tanítás és más a mérnöki pedagógia. De nincsenek ma, nem léteznek ma azok a szakmai átképzések lényegében, amik lehetővé tennék, hogy ezek az emberek ilyen módon tudják használni a tudásukat. És van egy alapvető probléma, azt még egyszer szóba akarom hozni, hogy mind a mellett a kormány ráadásul, ahelyett, hogy szembenézne vele a történettel, és megpróbálná kitalálni, mit lehet csinálni, ez nem kizárólag a mostani kormánynak a múlt héten keletkezett problémája, de ez a kormány
azzal súlyosbítja a helyzetet, hogy nem hajlandó szembenézni a problémával. Folyamatosan letagadják, kiadják az iskoláknak, hogy nem beszélhetnek pedagógus hiányról. Én tudok olyan fővárosi iskoláról, ahol a tantestület fele állt föl a nyáron. Azért, mert egyébként még egyet hagyd tegyek hozzá, mert hogy nem viselik el azokat az intézményvezetőket, meg azt a fajta irányítási rendszert, amit rájuk kényszerítenek a tankerületek. Tehát ugye ezek a tankerületi bürokratikus rendszerek érthető módon egy pedagógus tanítani szeretne, és nem mindenféle hülye kormányzati előírásokat végrehajtani. Na de az oktatás problémái azok nem a Fidesz kormány ideje alatt keletkeztek, az előző kormányok idején is voltak, nem? Persze, az oktatásnak egyébként mindig vannak problémái, és ráadásul valóban van egy nagy átalakulás az egész világban az oktatás szerepével kapcsolatban. Ez nem egy gyors folyamat, de sok szempontból az elmúlt mondjuk 20 évben felgyorsult. Nem mennék most ebbe vele, mert talán hosszú lenne egy ilyen reggeli műsorban, de mégiscsak az a helyzet, hogy ma is sok szempontból mást gondolunk már az oktatás szerepéről, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Ma sokkal inkább azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy rugalmas tudást adjon az iskola, használható tudást adjon az iskola, hogy a gyerekek képesek legyenek a tudás feldolgozására és felhasználására. Ez sokkal fontosabb, mint a lexikális tudás megszerzése. A probléma az, hogy azért az sem árt. A probléma az, hogy a magyar kormányok mondjuk 85-től 2010-ig különböző színű kormányok és különböző színű miniszterek mind arra törekedtek, hogy felkészítsék a magyar iskolákat erre a változásra. Hogy a magyar gyerekeknek módot adjanak arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe a modern világba. Az elmúlt 9 évben viszont az ellenkező irányba haladtunk. Csak a pedagógus hiányra akarom még azt elmondani, hogy nem hajlandó a kormány vagy a klik elmondani azt, hogy hány pedagógus hiányzik egyáltalán rendszerből. A nyáron írtam az összes tankerületnek, hogy drága barátaim, tessék megmondani azt, hogy hány pedagógus álláshely van betöltetlenül augusztusban az oktatási rendszerben. Azaz egy darab tankerület se válaszolt erre a levélre. Hozzáteszem, ennek jogi következményei lesznek, mert az országgyűlési képviselőt az állami szerveknek kötelessége tájékoztatni. Tehát az nem úgy van, hogy nincs kedvem, akkor nem írom meg. De szabadságon voltak, és még nem olvasták el a kérelmet. Ez mégiscsak azt mutatja, hogy a kormány nem hajlandó szembenézni az oktatásnak ezzel a problémájával sem, vannak persze más problémái is az oktatásnak. De könyörgöm, ezt kár letagadni, hát egyszerűen nem lesz, aki bemenjen az osztályba, ez a napnál világosabb akkor, hogy ott hiány van. Kötelezik a pedagógusokat túlórára kompenzációt, tehát pénz nélkül, be akarják engedni a diplomát még nem szerzett tanárjelölteket tanítani, és ehhez hasonló, nem tudom, szerkesztő után emlékszik arra, amikor a 80-as években a nagy gyerekkorosztályok jöttek az iskolába, és arról szólt a sajtó folyamatosan, hogy képesítés nélküli tanítók és tanárok dolgoznak az iskolákba. Ebbe a korba megyünk visszafelé, ha én jól látom. Na de könyörgöm, legyünk objektívek. Ön ugyan egy ellenzéki képviselő, de a tények azok kemény dolgok. Most nagyon sok pedagógus befejezte az iskoláit az egyetemeken, és nem kapott diplomát, mert nincs nyelvvizsgája. Tehát nem kezdhetnek el, mint pedagógusok dolgozni. Ha nyelvvizsga nélküli pedagógusok, akik nem diplomával, hanem csak igazolással rendelkeznek, nem kezdhetnek el dolgozni, mint pedagógusok, akkor miért feltételezi azt, hogy szakképzetlen emberek meg bemehetnek? Akkor két lehetőség van. Vagy szükség van a pedagógus munkához a nyelvvizsgára, akkor el kell várni ezt a pedagógusokat, vagy nincs rá szükség, akkor meg nem kell előírni. Ugye ezt nagyon régóta mondják, szerintem jogosan egyébként például az óvópedagógus területen dolgozók, hogy talán meg lehet lenni, klassz, hogyha tud valaki nyelvet, egy óvópedagógus is tud nyelvet, ezt csak támogatni és helyesen lehet. Ez főleg, hát az nagyon hasznos, hogy magyarul tud, igen, vagy ha nemzetiségi óvodában, akkor nemzetiségi nyelvet, de hogy ezen túl talán mégsem kellene lehetetlenné tenni, hogy valaki elkezdje a pályáját azért, mert nincsen nyelvvizsgája. És akkor még egyet hozzáteszek a nyelvvizsga ügyhöz. És persze szerintem egyébként az egy létező és reális elvárás, hogy legyen nyelvvizsgája a jövő értelmiségének, hogy tudjon akár egy pedagógus is tájékozódni, ne csak hazai forrásokból, csak akkor ennek meg kell teremteni a feltételeit. Ha tényleg úgy van, már pedig tudjuk, hogy úgy van, hogy egy sor pedagógus azért nem tudja elkezdeni a pályáját,
mert nincsen nyelvvizsgája, akkor az lenne a kormánynak a kutya kötelessége, hogy gondoskodjon arról, hogy ők meg tudják szerezni a nyelvvizsgát. Na, ez ilyen programokra lenne szükség, és nem arra, hogy akkor nem fontos, hogy van egy diplomád vagy nincs. Ha egy 23 éves ember akkor körülbelül akkora fejezi be az egyetemet, a 23 esztendő alatt mondjuk le az első 6 évet, nem tudott egy nyelvvizsgára fölkészülni. Na, akkor, és akkor most térjünk vissza oda, amit az elején beszéltünk. Tudja, melyik területen van a legnagyobb hiány a tanárokból? Hol? Nyelvtanárokból. Ma simán lehet, hogy az a 23 éves gyerek, ugye felsőoktatásban nincs már nyelvoktatás, azt megszüntették, és egyébként a 23 éves gyerek könnyen lehet, hogy úgy jutott el az érettségig, hogy közben egyébként mondjuk elhasznál 12 angoltanárt. Mert akkora fluktuáció van ezen a területen, van, ahol minden évben angoltanár van, van, ahol egész a tanévet se bírja végig egy kollega. De hát éppen erről beszélünk, szóval ezek, de hát mégiscsak azt mondom, ha a felsőoktatásban követelmény a nyelvvizsga, akkor tessék biztosítani a feltételeit. Ha most kötelezővé akarja tenni a kormány a felsőoktatásba bekerülésnél kötelező a nyelvvizsga, akkor teremtse meg a feltételeit annak, hogy a középiskolából nyelvvizsgával kerüljenek ki a gyerekek. Olyan dolgot elvárni, akár a diplománál, akár a egyetemen való bekerülésnél, amire nem készített föl az iskola, ingyen és bérmentve, az finoman szólva is disznóság. Hamarosan visszavárjuk és innét folytatjuk. Beszélgetési időnk sajnos lejárt, 19. percbe tartunk. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, és visszavárjuk. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Tartsanak velünk!